Nagyívű drágulás volt tapasztalható az ingatlan piacon az elmúlt időszakban. Most úgy tűnik, mindez nagyon megtorpant. Jelen pillanatban lelassult az ingatlan piac, sokkal kevesebbet csörög a telefonom, és ezekből a telefonokból nagyobb eséllyel azok keresnek meg, akik az ingatlanukat szeretnék eladni. Kevesebb a vásárló. Azt hallják, hogy ugye csökkentek az árak, egyre több ingatlan van a piacon, tehát válogatnak és várnak, és egyre többet szeretnének alkudni az ingatlan árából. Bokor Margit úgy gondolja, egyértelmű a stagnálás, mind országos, mind pedig helyi viszonylatban. Lévén a háború helyzete, illetve az által kiváltódott gazdasági válság miatt, és hát nem utolsó sorban senki nem tudta, hogy erre az évre megmaradnak-e a családok számára kedvező támogatások. Én azt gondolom, vagy amit én tapasztalok, hogy január-február ez minden kereskedelemben egyfajta leállás, pihenés. Ez bizonyára nyilván a mi ingatlan piacunkban is megmutatkozik, hiszen nem verik az ajtót minden nap 5 darab ingatlanért. Ez az egyik ok, a másik pedig természetesen az is, hogy azért egy ingatlan piac, vagy egy ingatlan ára 30-50 millió, tehát ehhez bizony szükség lenne a fiataloknak nem kevés kölcsönre is. A kölcsönkamatok jelen pillanatban a tavalyi éves 4% helyett jelenleg 11-13% különböző bankoknál. A szakember szerint a legnagyobb árcsökkenés pont a régi épületeknél várható. Idős, nagy ingatlanok tekintetében, amik nem kerültek felújításra, korszerűsítésre, bizony nagyon erőteljes 10-15, akár 20%-os árcsökkenés is mutatkozik jelenleg. A vevők számára a mostani helyzet kedvezőbb feltételeket teremthet. Maguk a tulajdonosok is, a ránk bízott ingatlanok tulajdonosai is megkeresnek azzal, hogy csökkentsük az árat, pontosan azért, mert látják ők is azt, hogy ezen az áron már nem lehet eladni. De csak arra gondolunk, hogy az emberek nagy többsége elképzel a fejében egy árat. Tehát ez az ár azért általában a piaci árhoz képest 20%-kal nagyobb. Most ez az a csökkenés már eleve ugye 5-10%, ami van, és hogyha ezt összeadjuk, ez egy 30%-os különbség. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy a meghirdetett ingatlanunkra ugye nem hív senki. Tehát aki enged az árból, most az adja le az ingatlanát. A legjobb helyzetben azok lehetnek, akik korábban megfelelően korszerűsítették az ingatlanukat, és most ezt árulják. Az első kérdés, hogy nyilázárok cseréltek át. Milyen a fűtése? Korszerűsítette? Szigetelés van-e az ingatlanon? Tehát ez nagyban befolyásolja azt, hogy melyik ingatlan eladható, melyik az az ingatlan, amit akár 2-3 napon vagy 2-3 héten belül el tudunk adni, és melyik az, amelyik sajnos bizony az előbb feltett kérdésedre válaszolva ismét azt gondolom, hogy bizony árcsökkentést kell, hogy végrehajtsunk, különben nem fogjuk tudni azon az áron eladni, ami még akár a tulajdonos számára is pozitív eredményt hozna.